Na, hang, folyamatosan zörög már kora reggel óta, már sok embernek az agyára mehet ez a hangzavar, de most már egyre halkabb a folyamaton is véget, de majd tudunk zörögni. Picit nézzük meg! Abból áll, hogy az itt élő látszalék közül némelyik visszatrának, és a legfontosabb, szerintem a rész az, hogy mindenkit, aki itt van, illetve nem mindenkit, hanem pontosan a 20 darab ember meg szeretnénk venni egy hideg tört. Úgyhogy már ez is egy csábító ajánlat. Kezdjük is el akkor, jó? Be szeretnélek mutatni téged, Bolti, mutatkozz be. Üdvözlök mindenkit, Pontos János vagyok Lecsésről, és is ott volt, hogy tehát van egy régi betarálás és gyűjteménynek részei vannak. Így van, hát a jelentősebb darabokat elhoztam. Jó, melyikkel kezdjük? Egy szólót vinni. Legyen akkor egy szólót vinni. Jó, különlegessége. Megmutatok, megemelem. Ez egy fény szóló. Nagyon itt a gép, főleg itt nálunk. A különlegesség az, hogy két hengeres, a sor 2, 110 centi. Elég jó vágást tartsuk, hogy minden van. Na lássuk, aki szereti a motorhangot, az most füleljen, mert ez egy szép kiárás, szép hangú motor lesz. Segédeszközök. Akkor figyelj, addig még bemutatunk valami más, Attila, jó? Nézzünk valami más. Valaki mondjon addig egy másik. Valami bátor, úriember. Melyiket szeretnék hallani? Gondolnám Magyarország összesegészetet fejlesztették. Az 50-es évek elején is már nem mondjuk a kész. És akkoriban azon már visszaszállunk. Nem mondom, hogy nem mondjuk a kész. Ja, még egy apróságot. Még annyit elmondom, hogy ugye ilyen az összítás előtt, hogy minden ezzel szerint a kell. Van egy kis szerep, ennek föl kell ülni a marlóvadák ez egy tartalmányos. Itt van egy kis csapágy, és ezt a 10 napot melegíti. Gyakorlatilag nem most ezt a gázlánk. Megnézni.
reméljük, hogy sikerülni fog. Lenni fog? Jó, itt lesz a kapcsuk, hogy benne felmet, megolvadnak mellett a részek. Katilag megkérnének, hogy ez kívülről vett fel, mert meg fogjuk nézni, hogy ebből a sok emberből hirtelen hogyan lesz kerés. Ha beindul. Mit kell erről tudni? Egy csúfnyelven, egy kocka partner, elég sok mint az az előre Milánán is megfordult, hogy nyugatalan az ilyazokon. Megszintén egy ilyen különlegessége, ez Svédország északi részétől származik, de ez is. Van arra egy olyan kis extra, hogy markolat ütés, de nem úgy, mint a mostani gépeken, aki kifogog gáz melegnek ki a felső markolatot, és bárcsak. Azért is van rajta ez a kis kézmér, és szépen beszokom rá a meleg. Maga nem engem ezen így mert a formában. Beindul? Beindul a várunk Csak azért már rendben lenne a sorom. Mi a különlegessége ennek, azon kívül, hogy piros? Szintén a legkülönlegesebb gépek közé tartozik, hogy gyakorlatilag úgy tudom, hogy az országban vezetek. Elnézést, bocsánat, ne haragudjatok, félbe szakítok, ne haragudjatok, bocsánat, ne haragudjatok, bocsánat, látok, hello, szia! Szóval, az van, hogy haragszunk szépen. Szóval, hogy az van, hogy Dávid és Balázs felajánlott nektek egy elég ritka darabot, egy nagyon komoly láncfűrész, amit a mai nap mindenféleképpen szeretném, hogyha használnátok, és ezt fogadjátok azt a két tupától a csocsottól az ajándékot, és hát ezt szeretném nektek most átadni a gyűjteményetekbe. Aha. Nagyon sok szeretettel, nagyon és komoly embereknek. Bár nem Püskör. Zenél is. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szívesen, sok boldogságot. Egyébként ma fogod a lóerőket. Tehát hajrá, igen. Köszönjük szépen! Hogy lehet kikapcsolni? Dobd el! Ragd le az asztal! Elhallgatott. Tehát nézzétek meg egy ilyen szimbolikus kis ajándék. Vágd el! Vágd el! Nem. Ezt eltesszük szépen emlékbe. Nagyon szépen köszönjük. Na szóval hol tartottunk a piros? Csúnya pirosnál. Ő is a kuránsebb gépek közé tartozik. Róla azt kell tudni, hogy van kell motoros. Nem tudom, hogy ez van olyan, aki tud erről valamit, hogy mi ez a van kell motor? Epitropoid. Jó, vannak. Emberek epiklok ezüket. És nagyon-nagyon keveset készítettek belőle, a jól tudom, 3500 darabot, nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt. És ugye, mivel a van kell motoros, annak a nagy része hamar ki is hullott. És ami fönn is marad belőlük, ugye beindul, de vágásra már nem nagyon alkalmas, hogy nincs bennük erő. Ellenben ez alkalmas, tehát ebben még van kraft. Erre vigyáztak erre a gépre,
kalandos úton került hozzánk. Igen, igen, elmentünk érte Balázsra, gyakorlatilag az Alpok tövébe érte. És elég hosszú is a úton sikerült, de megvan. Meg lehet nézni egyébként a YouTube csatornáján, a Fűrészmánia YouTube csatornáján. Nagyon-nagyon sok film van. Egy része komolytalan. Kinek a kedvére való, kinek nem. Aki írja fel, az jól nézni. Na jó, be tudjuk gyűlíteni ezt a podcastot? Reméljük. Érdekes és egyedi hangja van. És azok a tervező mérnökök hozták létre. Bocsánat, motorfűrész, rosszul fogalmaztam. Tavaly itt a bemutatón megnyitottunk, vágtunk is vele, de egy totális konstrukciós hiba az egész gép, kivitelezésileg, anyag összetételben mindenhogy. Próbáltam a héten megint, hogy egyet mehessen vele menni, de annyira sok minden el van rajta, gyárilag rontva, hogy már a korábban kifogólag sem igazán megy a dolog. A lényeg az, hogy gyakorlatilag az a fogas
nem is tudom, hogy vágó rész az előre, hátra mozog, ezzel vágom. Én a kenyét felettelődöttem. Így van, most egy nagy köpcentés fűrészt, 118 köpcenté, úgyhogy azért vágás teljesítmény van, csak ugye például nem mondották meg gyárilag az olajzását ennek a vezetőnek, és a gépzsír ugye melegtől kifolyik. És pipa kell, hogy az olajzás, fölpogul a lapos eltörik, ugye már... Rátoljuk a kenyére. Úgyhogy már ez is ott is hegyeztő van. Hát elég problémás is megvétik. Mutasd meg az emberek, hadd látják, lássák hátulról is, hogy milyen gépről beszélünk. Úgyhogy ez marad ilyen polc dísznek. Egyébként egy különleges szépség, formailag azért nem menjünk tovább, mi legyen a következő volt. Kilak, kezdődés. Jó. Talán nem kell levadni. A tuningja az a rezonátor cső használata, mert a válaszkészítés esetében csőn el lehet mondani, hogy egy rezonátor a munkára a végzés alkalmazatra teszi. Kompromisszumot kell kötni a válaszkészítésre, hogy kicsit legyen a kipofogója, meg a tehetségmény is viszonylag kihasználat legyen, egy rezonátorra fel lehet csapolni a légyelet is a tehetségmény. Köszönöm.
és ide rá kell. És menet közben leesik. Ugye mindig közben leesik. Van. Ha lenne hajam, akkor én még akkor van lenne. Csak a szakám. Azért vágtam vele kettőt, nem tudom, hogy észrevettek az első vágnál olyan volt, mint egy jobbiért hajban, ma ott kell volna át. Másrészt is a sorok jönnek ma már. Hogy az az indítás hozzatartozik, hogy a végszőrő eltállítani, és az első vágnál. Levegőt benzinbe, locsosan, de levegőt nem fogok, nem akartam, hogy a gép ne legyen igazán megmutatott kipit is. Na mi legyen a következő? Kösz kívánodra! Nem tudom, volt egy más. Itt van a 4.40-es? Kicsi. Mivel ennyi? 3.71. Azon szép az irányok. Most mi csinálj? Egyébként én ezt most megmondom, nem tudom mennyire tűnik, mennyire látszik rajta, de ez egy szekeses és sinom hűzőzés, nem túl nehéz, hiába van, teljesen sérül. Ez szerintem a védényében ez egy ilyen kibetegedés. Bár a foga, a lánc foga alapján egy elég ugye is egy speciális lánc van rajta. Aki jött a láncfűrészekhez, az látja, hogy ez egy teljesen más felépítésű lánc, és ilyet a büdös életben nem lehet szerezni. Úgyhogy akkor nem is kínozzuk, de a hangját megmutattuk. Én azt gondolnám, hogy még egy gépet mutassunk be, és utána szeretném megvédelni az embereket sörrel. Nem tudom, hogy mennyire szomjasak az ember? Adok pálinkát! Igen. Azt nem tudom kinyitni. Ki lehet, csak nem iszol belőle. Na jó, hogy meg legyen az utolsó. A magyar. Főleg úgy, hogy még vágunk vele. Vágunk vele, vagy megint így csúcsok. Fölkapja a bakot. Szeretnétek vágunk vele? Igen. Vágunk vele? Nagyon csúcsok ezen, hogy vágunk vele.
akkor itt kőkön nem maradok az osztályon, mondom, mert két hívás részé. Ma már nem érte változtással, Nagyon-nagyon kevés készült belőle, valahol a 10 és 20 közé teszem a darabszámot. Körülbelül a 7-8 darab kerültes előtt belőle. Kettő darab működik, és akkor ez az egyik emel, ugye? Így van. Na, akkor lássuk. Indítva volt. Elmondod a 10 és 20 közé a darabszámot. Mert nem egyszerű kezelni, akkor mondod. Ez a kolajos vagy. A kezelés az úgy működik, hogy ugye a kezelő személyzet az mondjuk én leszek. Ott van. A láncfeszítést, azt a segédnek azt folyamatosan feszítenie kell. Hol van a láncfeszítés? Ott van az a csőrös, fagon az jó lesz. Na, a láncfeszítés, ez egy ráfolyás kevés, ugye? Tehát egy kicsit csinálom, hogy folyamatos folyamatosan érkezett. Jó, mert a magyar láncfűrész viszont, ha beindult, Az lesz, hogy kinyitom a sört, le kell törölni a nyakát, hogy ne legyen olajos, és úgy odaadni annak, aki kér, jó? Ezt tegyük egy kicsit át. Nem, ott szarom. Nem, ott szarom. Hát én nem tudom, hogy ki az, aki szomjas. Én biztos. Ha várjatok, akkor még összeveszünk a sörről, mert 20 darab. Ki az, aki szomjas? Én mondtam az első. Vannak kezek. Ott a Superman, igen, van. Akinek nem jutott a előre is, kérjünk, megpróbáljuk random módon kiokolni. Megbocsájtam a szomjára. Megbocsájtam meg a szomjára. Jó, tehát akkor ez egy jó. Na, akkor lássuk. Én a fűrészmánia, megint én voltam a leggyorsabb. Akkor ő kapja. Köszönöm!
Az utolsó sör, az utolsó előtt, mi az, aki még szeretne sörténi? Azt a rohadt életbe, komá! Repeda! Ki az, aki megiszta az utolsó sör? Az utolsó sör, 500-ért! 500 az utolsó sör!